Erős vár a mi Istenünk! Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet itt a templomban, és azokat is, akik a videó felvételen kapcsolódnak be mai alkalmunkba. Útmutatónk egyik mai igéjével hadd köszöntsem az egybegyűlteket Galata 6:2-vel. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. Bizony, ha van egy nagy súly, egy nagy teher, amit cipelnünk kell most így a hétköznapi életre gondolva, mondjuk egy nagy csomag, de hogyha azt már ketten fogjuk meg valakivel és ketten visszük, akkor már feleződik az a súly, amit egy személynek hordoznia, vinnie kell. És hiszem azt, hogy így lehet megkönnyíteni egymás terheit akkor is, hogyha lelki síkon beszélünk erről a kérdésről, hogyha valami fáj, valami éget, de meg tudom azt osztani valakivel, valaki együtt van velem ebben a nehézségben, küzdelemben, akkor könnyebbül a teher, könnyebbül a szívnek a fájdalma, küzdelme is. És jó az, hogyha lehetünk így családban, gyülekezetben együtt, egymás terhét hordozva, és így betöltve Krisztusnak a törvényét. Így lehetünk együtt a mai napon is, a hónap első vasárnapja lévén úrvacsorai alkalmunk lesz, így készülhetünk majd az istentisztelet folytatásában. Az oltáron láthatjuk, hogy meggyújtottuk a megemlékezés gyertyáit. Két testvérünkre emlékezünk ma, és adunk hálát az ő életükért. Először is Csapó Mihály testvérünkre emlékezünk, akit 24 évvel ezelőtt hívott haza szerető mennyei atyánk. Isten igéje 2 Korintus 1:3-4-ből így vigasztal bennünket. Áldott az Isten, a mi Úrunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya, és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban. És hasonló szeretettel emlékezünk meg családjával együtt Nyemcsek Kálmán testvérünkről, akit 15 évvel ezelőtt hívott haza szerető mennyei atyánk. Isten igéje azt mondja Ézsaiás 66:13-ban, ahogyan az anya vigasztalja a fiát, úgy vigasztallak én is titeket. Isten áldja meg előrement testvéreink emlékét közöttünk, adjon nekünk vigasztalást, és indítson bennünket hálaadásra az ő életükért. Előrement testvéreinkre gondolva, most csendesedjünk el, imádkozzunk. Jézus Krisztus, halált győző, életet ajándékozó Úr, előrement testvéreinkre emlékezünk, és ott van a szívünkben a szomorúság, a veszteség miatt, de egyben a hálaadás is az ő életükért. Urunk, te emberi lettél, megérted fájdalmunkat, szomorú emlékezésünket. Előtted még könnyeinket sem kell szégyelnünk. Köszönjük, amit előrement testvéreinkben nekünk, családjaiknak, szeretteiknek ajándékoztál. Köszönjük azt, hogy itt járhattak közöttünk, és a mieink lehettek. Kérünk, enyhítsd fájdalmunkat, gyógyítsd lelkünk sebét, adj vigasztalást a mostani emlékezésben. Kérünk, őrizd meg attól, hogy úgy gyászoljunk, úgy emlékezzünk rájuk, mint akinek nincsen reménységük. Kérünk, amikor majd megérkezünk hozzád, a mi szemünkről is törölj le minden könnyet, némíts el minden panaszt és jajszót, és add meg a boldog viszontlátás kegyelmét. Urunk, könyörülj rajtunk halandó embereken, és vigasztalj meg minket. Ámen. Ahogy beléptünk a templomba, láthattuk, hogy a fekete zászló is kikerült az épülete. Pénteki napon elhunyt Nerhaft Viktorné Takács Erzsi néni 73 éves korában. Az ő temetéséről a család a későbbiekben intézkedik, gondoljunk rájuk imádságos szeretettel.
további hirdetéseket hadd adjam át a gyülekezetnek, a tegnapi napon esküvőt ünnepelhettünk, nem itt helyben, hanem vidéken. Isten előtt kötött házasságot Csanádi Adrien és Forgács Dávid testvérünk az esküvői szertartás Somogy megyében, Alsó Bogáton tartottuk. Jó, messze volt, de nagyon szép ünnepen lehettük együtt. Isten áldása kísérje a fiatalok életét. A holnapi napon indul a nyári hittantáborunk, hogyha tudok vetíteni. Igen. Nyári hittanos táborunk a Talentum tábor, ahova idén is jó sok gyermek, közel 50 gyermek jelentkezett, hétfőtől péntekig lesz ez az alkalom. Hogyha esetleg valaki szívesen süteménnyel, vagy bármi szörppel az uzsonna kiegészítéséhez szívesen hozzájárul, azt szeretettel fogadjuk ezen a héten. Úgyhogy délelőtt, délután leszünk együtt, 4 óráig bezáróan minden napon. Ez lesz tehát hétfőtől péntekig. Ez a vetítővel, köszönöm. És egy másik alkalmat is hirdetnék, mert olyan sok energiánk lesz a jövő héten, hogy szombati napon a Kulise Kámiékkal beszéltük, hogy olyan jó lenne a rendezvény téren csak így szabadon közösen összejönni, családok, fiatalok, de idősek is ugyanúgy, egy kis piknikre, találkozásra, sportolásra, ott vannak a sportpályák, hogy töltsük meg azokat élettel, focival, röplabdával, pingponggal, meg aki amit szeret játszani, hogy jöjjünk össze. Pénteken, tehát jövő pénteken 5 órától lesz ez az alkalom, és ez csak egy ilyen próba, egy ilyen kis nyári szabadidős tevékenység, úgyhogy tényleg szívesen várunk szeretettel. Lehet, hogy kicsit kisvéletű, de majd még a internetre is fölteszem, a nagyobb méretbe is megjelenik. Lehet beszélgetni is idős testvérek, csak leülni közösségben lenni, nem otthon egyedül, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit. Tehát jövő héten, pénteken, 5 órától a rendezvény téren egy kis összejövetelre. És jövő héten vasárnap pedig megszokott rendben 9 órai kezdettel lesz Isten tiszteletünk, ahol a táboros beszámolót fogjuk megtenni, gyermekeket hívjuk, énekelünk majd a táboros énekekből, tehát egy ilyen könnyű zenés alkalom lesz a jövő vasárnapunk. Szeretném megköszönni ezen a héten is a takarítási, a videós, a zenei és az egyházfi szolgálatot minden kedves testvérünknek. A hirdetések végén pedig még az adományainkat hirdetem. Múlt vasárnap a perselypénzünk 25.200 forint volt, az emlékező családok pedig 10, illetve 15.000 forintot adományoztak a gyülekezet céljaira. Isten áldja meg az adakozókat és adja meg az adományok bölcs felhasználását. A 281-es számú énekünkkel folytassuk Isten tiszteletünket. Halleluja, áldott reggel!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen és maradjon mindnyájunkkal. Testvéreim az Úrban, vizsgáljuk meg magunkat Isten igéje tükrében az ő színe előtt, és hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szented meg az ünnepnapot, tiszteld atyádat és anyádat. Ne őj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánt felebarátod házát. Ne kívánt felebarátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról. Szeresd az Urat, a te Istenedet. Teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második hasonlít ehhez, szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az apostol pedig így tanít. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csapjuk be, és igazság nincsen bennünk. Viszont ha megvalljuk bűneinket, hűséges és igaz az Isten. Megbocsátja vétkeinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után lelki ismeretünk szerint kérem fennállva feleljünk a Jónási kérdésekre. Az élő Isten színe előtt kérdem mindenkitől személy szerint. Testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek és ezért kárhozatra méltónak? Vallom. Bánod-e igazán bűneidet? Bánom. Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottam. Igyekszel-e Isten akarata szerint élni? Igyekszem. Hiszed-e, hogy Isten Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszem. Legyen nékünk a mi hitünk szerint. Ezzel a hittel könyörögjünk így állva maradva Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok, mégis nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Ámen. Bízzatok testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki szeretett minket és önmagát adta áldozatul értünk. Én pedig a feltámadott Urunk megbízásából hirdetem megvallott bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek mennyen és földön az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjunk új életben a Szentlélek erejével. Ámen. Foglaljunk helyet. Léptetszajta, még egyet elég a lincs, és köszönöm szépen. A 119. Zsoltár így tesz bizonyságot. Nagy a te irgalmad, Uram, és minden parancsolatot szilárd. Uram, esdeklő imám hozzád száll, igét tanítson bölcsessége. Jusson színed elé könyörgésem. Ments meg, amint ígérted. Szabadításodra vágyódom, Uram, lelkem törvényedben gyönyörködik. Nyújtsd ki kezedet, segítségemre, óvd meg életemet, hogy dicsőítselek. Ámen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mennyei jó atyánk, hála neked a mai új vasárnapért, mely megadatott nekünk, és köszönjük azt, hogy itt lehetünk ma a te házadba, közösségben veled, és közösségben egymással. Urunk, köszönjük a bűnbocsánat ajándékát, melyet ma is átélhetünk. Köszönjük, hogy te nem csak a feléd, de az egész terhünket átveszed vétkeinknek, lelkiismeretünknek, hogyha azt hittel letesszük eléd. Köszönjük neked. És köszönjük azt is, hogy közösségbe hívogatsz önmagaddal.
Kínálod nekünk igéd üzenetét, és kínálod nekünk Jézus Krisztussal való közösséget az ő testének, vérének formájában. Hála neked, Urunk, mindezért. Kérünk, add, hogy tudjunk most rád figyelni, tudjunk veled találkozni, tudjunk betöltekezni mindazokkal a lelki kincsekkel, ajándékokkal, melyeket mára elkészítettél a mi számunkra. Látogass meg bennünket örömben, bánatban, szomorú emlékezésben, hálaadásban, bárhogy is legyünk most itt te előtted. Köszönjük, Urunk, hogy te mindannyiunkhoz közel vagy, mindannyiunkat ismersz, és pontosan úgy szólítasz meg, ahogy nekünk arra szükségünk van. Hála neked ezért, Urunk. Ámen. Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, hallgassuk meg a mai vasárnapon, Szent Háromság ünnepe utáni negyedik vasárnapon az oltár előtti felolvasású rendelt igéinket. Először Lukács evangéliuma 6. rész 36-os versétől kezdődően a következőképpen. Legyetek irgalmasok, mondja Jézus, amint a ti atyátok is irgalmas. Ne ítéljetek, és nem ítéltettek, ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik. Adjatok, és adatik nektek. Jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. Példázatot is mondott nekik. Vajon vezethet-e vak világtalant? Nem esnek-e mind a ketten verembe? A tanítvány nem feljebb valóbb a mesterénél, de aki teljesen felkészült, az mind olyan lesz, mint a mestere. Miért nézed a szálkát testvéred szemében, a saját szemedben pedig még a gerendát sem veszed észre? Hogy mondhatod testvérednek, testvérem, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, mikor a saját szemedben nem látod a gerendát? Képmutató, előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, és akkor jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd a szálkát testvéred szeméből. Boldogok, akik hallgatják és meg is tartják Urunk beszédét. Magasztaljuk őt az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kérem, hogy foglaljunk helyet, és a 401-es számú énekünkkel készüljünk az igehirdetésre. Jézus a jó pásztor, vele megyünk. Thank you.
Kegyelem nékünk, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Itt a gyülekezetünkben már hosszú ideje Ézsaiás próféta könyvét tanulmányozzuk, amelynek 42. fejezeténél járunk. Az elmúlt alkalommal ennek a fejezetnek az elejét olvasva arról hallottunk, hogy Jézus, mint az Úr szolgája, mint az Atya Isten szolgája jött el közénk. Isten iránti, az Atya iránti alázatból, irántunk való szeretetből tett így. Számunkra pedig a megváltás üzenetét, Isten törvényét hirdeti. Mindez pedig olyan szeretettel teszi, hogy a sebzett és a megfáradt is jöhet hozzá. És ez az egész fejezet, ez a 42-es fejezet tulajdonképpen bemutatja Isten jellemvonásait népe számára, akik szemében talán már elhalványult az Istennek a képe. Izrael népe babiloni fogságban van, amikor ez az üzenet megszólal az ő számukra. Egy felelevenítése annak, hogy milyen Istenünk is van. De azt gondolom, hogy ez nekünk is jó újból és újból átismételni, újból rádöbbenni arra, hogy milyen Istenünk is van. Így olvashatjuk tehát tovább Ézsaiás 42-t, helyünkön maradva hallgassuk hittel és figyelemmel. Ézsaiás 42:10-17. Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a föld határáig, akik tengerre szálltok, és ami a tengert betölti, a szigetek és lakóik. Zengjen a puszta és városai, a falvak, melyekben Kédár lakik. Újjongjanak a kősziklákon lakók, a hegytetőkön is kiáltozzanak. Dicsőítsék az Urat, hirdessék dicséretét a szigeteken. Az Úr kivonul, akár egy hős, átjárja a harci kedv, akár egy katonát. Harsányon zengi a csata kiáltó, és diadalmaskodik ellenségein. Sokáig hallgattam, némán tűtőztettem magam, de most zihálva nyögök és lihegek, akár egy szülő asszony. Pusztává teszek hegyet és halmot, kiszárítok rajtuk minden zöld növényt. A folyókon gázlókat készítek, és kiszárítom a mocsarakat. A vakokat olyan úton vezetem, melyet nem ismernek. Ismeretlen ösményeken viszem őket. A sötétséget világossággá változtatom előttük, a göröngyös utat egyenessé. Ezeket a dolgokat véghez viszem, nem mulasztom el. Meghátrálnak, csúfosan megszégyenülnek, akik bálványokban bíznak, akik szobroknak mondogatják, ti vagytok az isteneink. Ámen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Az első pontnak ezt a címet adtam, hogy celeb. Talán már mindannyian hallottuk ezt a kifejezést, hiszen már a mindennapi szófordulattá vált, már talán mi is szoktuk ezt használni, hogy celebek. Ugye a televízióban sokszor halljuk ezt, de vajon tudjuk-e, hogy mit jelent ez az idegen eredetű szó? Ugye a 2000-es évek tájékán elején vált ez leginkább divatossá, meg bevetti ez a kifejezés, és ugye az eredeti formája celebritás, ugye ennek a rövidülése ez a celeb, ez egy angol eredetű szó, és eredetileg azt jelenti, hogy egy olyan személy, aki olyan felkapott, aki ünnepelt, akit sokan ünnepelnek. Ezt jelenti amúgy a celeb szó. Hány is, hány ilyen sztárnak, sztárocskának szól ma is a tapsvihar, hányan ünneplik őket, figyelik minden lépésüket. Mondjuk, ha valamilyen fellépésük van, mondjuk egy zenész, énekes tekintetében, akkor megtöltenek hatalmas nézőtereket, stadionokat, a tömeg skandálja az ő nevüket, és éneklik a dalaikat teli torokból. Sok-sok ilyen esemény van, jól tudjuk ezt. Mai igénk viszont arra hívja fel a figyelmünket, hogy a világ legnagyobb celebje igazából Jézus. Vagy legalábbis neki kellene lennie. Na nem olyan értelemben, mint ezek a bulvárokban látható sztárok, hanem abban az értelemben,
hogy őt kéne a legtöbbünknek ünnepelni. Népének, Isten népének olyan jó lenne, hogyha ünnepelnénk Jézus nevét, ha dicsérnénk őt teljes szívből, még hangosabban, még odaadóbban, mint ennek a világnak a mulandó hiességeit. Igénynek az első pár verse egy olyan képet fest föl, ahol a teremtett világ egyre hangosabban, egyre áthatóbban dicséri az Isten nevét. Ahol dicsőítik akár az Úr szolgáját, Krisztust is. Bár ma ez az ünneplő kórus korán sem ilyen teljes, mint ahogy ez a prófétai igehirdetésben megjelenik, de olyan jó lenne, hogyha nem is ilyen átfogóan, de kis-kis szigetekként, ahol segítségül hívjuk az Úr nevét egy-egy gyülekezetben, közösségben, így szólalna meg a dicséret. Ha nem is feltétlen kiáltva, kiabálva, vagy hatalmas hangszórókból szólva, de ha más nem, akkor a szívünkből szólóan dicsőíteni az Istent. Dicsőíteni Istent. A babiloni fogság idején Izrael népe valószínűleg ezt már úgy elfelejtette, hogy kikopóban volt ez. És éppen ezért a prófétai igehirdetés újból bemutatja számukra és a mi számunkra is, hogy mennyire méltó arra Istenünk, hogy őt dicsőítsük. Viszont tegyük egyértelművé, hogy az Isten dicsőítése az nem ugyanaz, mint a hétköznapokban, hogy megdicsérek valakit. Ugye egymásnak a dicséret, hogy valakit megdicsérek, az lehet egy szép gesztus, de valljuk be, hogy nincs mögötte mindig tartalom. Csak valami jót akarok mondani a másiknak, hogy hú, milyen jó a hajad, vagy jól nézel ki. Ez egy olyan jól eső dicséret, de úgy nem változtatja meg a másiknak az életét, vagy nem járja át feltétlen olyan nagy öröm ilyenkor. Sőt, hát lehet az is, hogy csak valami jó pontot akarok nála szerezni, akár azért mondok valami kedveset, de talán nem is gondolom komolyan. Hát az Isten dicsérete az nem ilyen. Az Isten dicsőítése az nem ilyen. Az sokkal inkább azt jelenti, hogy felismerem, hogy milyen drága és nagy az én Istenem. Hogy mennyire értékelem őt, és szívemből fakadóan mondom ki neki az én hálámat, kifejezem az én szeretetemet. Legyen ez egy csendes imádság, legyen ez egy hangos, dicsőítő ének, de az mindig ott van mögötte a hála, az Istennek az ismerete és az ő szeretete. Ahogy imádom az Istent, ahogy leborulok előtte. Ugye ezért is szoktuk mondani, hogy egymást nem imádjuk, egymást szeretjük, és az Istent imádjuk. Őt dicsőítjük. És jó kérdés, hogy vajon a mi hétköznapi hívő életünkben ez mennyire jelenik meg. Amikor nem csak az én kéréseimmel jövök az Isten elé, hogy Uram, látod az én szükségeimet. Amikor nem csak valamit így megköszönök, hogy megadott nekem az Isten, hanem úgy önmagáért szeretem az Istent, és önmagáért imádom őt, önmagáért dicsőítem, hogy mély nagy vagy te, Istenem, milyen dicsőséges vagy te, hogy ennyire szeretsz engem, hála neked ezért. Vajon tudjuk-e így ünnepelni, akár itt egy Isten tiszteleten, akár otthoni csendességünkben Istent? Tudjuk-e így ünnepelni Jézus Krisztust? Jó lenne még odaadóbban, jó lenne ezt többször megtenni. Még gyakrabban elgondolni, hogy milyen csodás Istenünk van, hogy egyszülött fiát adta értünk, Jézus pedig eljött, és alázattal követte Isten akaratát, és halálosan szeretett bennünket, és teszi ezt ma is feltámadott Úrként. Legyen tehát Jézus a mi első számú celebünk, mert ő igazán megérdemli, hogy imádjuk és ünnepeljük őt. De menjünk tovább. A következő két igeversben két másik képet fest fel a próféta, a harcos és a szülő anyának a képét. Mindegyikben ugye az Úrról beszél.
És a két kép első körben nagyon különbözőnek tűnhet. Hogy jön egymás mellé az, hogy egy harcos katona, meg egy szülőasszony, az egyik ugye csupa erőszak, a másik csupa gyengétség. Hogyan kapcsolódhat mégis egymáshoz ez a két kép, amely Istenről beszél? Amit én közös nevezőnek találtam, hogy mindkét esetben jelen van a teljes odaszánás, a teljes figyelem, hogy én teljesen jelen vagyok. És képzeljünk el egy harcost, mondjuk ott áll egy csata elején az arcvonalban, és ott van a kardja, a pajzsa, vagy lándzsája, valami fegyvere, és fújják már a kürtöket, és mindjárt indul az ütközet. Hát akkor nem lehet ott bámészkodni, meg nem lehet ott álmélkodni, nem lehet már vakarózni, ott teljes odaszánásra van szükség. Most a legnagyobb teljesítményemet kell nyújtanom, mindent bele kell adnom, így védem meg az én országomat, az én hazámat, és így figyelek oda. Ugyanez igaz, ugyanez az odaszántság igaz Jézus Krisztus földi szolgálatára is. Annyira szépen kifejezi ezt egyik szintén kedvenc igén Filippi 2-ből. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette magát. Szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt. Megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Jézus is, mint egy hős, harcos, teljes odaszánással, önmagát megtagadva, a szolgálatban égve jött el közénk. Ebbe a képbe nem illik bele az, hogy valaki csak úgy fél szívvel, megosztott figyelemmel viszi ezt véghez. És ugyanez igaz a második képre, a szülő asszonya is, aki ebben a helyzetben minden erejét latba veti azért, meg minden fájdalmon túllép azért, hogy életet adjon annak a magzatnak, akit hordozott a szíve alatt. És itt nincsen szünet, nincs helye lustaságnak, tényleg emelem a kalapom minden asszony előtt, aki gyermeket szült, én is ugye lehettem ennek már a szemtanúja, hogy az micsoda erőfeszítés, micsoda koncentráció, micsoda erő van abba. És ott is az anyukának teljes odaszánása van szüksége. És teljesen jelen van, és mindent megtesz azért, hogy azt a célt véghez vigye. A fenti két kép alapján tehát megérthetjük, hogy Jézus is ilyen odaadással van felénk, hogy mindent beleadott abban, hogy bennünket megváltson. És ma is mindent belead abba, hogy rólunk gondot viseljen, hogy minket megszólítson és megtartson az ő követésében. Nem osztja meg a figyelmét, hanem jelen van a mi életünkben, követi életünk eseményeit. Ugye otthon sokszor megesik az, hogy a három kis gyermek úgy párhuzamosan mondja a kis élményeit, dolgait, meg éppen az igényeit, és bevallom őszintén, néha már nem figyelek oda teljes figyelemmel mindegyikre, csak hagyom, hogy mondják, aztán majd egyszer csak elfogy, majd egyszer én is szóhoz juthatok. Itt szóhoz jutok, így kényelmesebb a dolog. De ez, hogy nem mindig figyelünk oda minden egyes beszédre, amit hozzánk intéznek. De annyira jó, hogy az Úr nem így van. Tehát amikor így jövünk a mi imádságainkkal, és már mondjuk a napjában már 11-ére, 20-adjára, mert valami annyira foglalkoztat, akkor is teljes figyelemmel van. És figyel a mi szavunkra, figyel a mi imádságainkra, mi az, ami bennünket foglalkoztat, amit elé hozunk. Nem az, hogy unja, hanem várja, hogy újból és újból megszólítsuk őt. Nem kapcsolja be az üzenetrögzítőt, hogy jól van, majd később visszahallgatom, nem nyomja be a hívás várakoztatást, hogy most nem érek rá, majd meghallgatlak. Nem így tesz, hanem teljes figyelemmel van felénk. És ha pedig úgy dönt, hogy egy-egy helyzetben megsegít, hogy akkor megválaszolja a mi imádságunkat, hogy megment egy bajból, egy nehézségből, akkor meg a mennynek minden erejét mozgósítja azért, hogy cselekedjen a mi életünkben.
ahogy Ézsaiásnál is olvastuk már korábban volt, hogy a többszörös túlerőben lévő sereget Jeruzsálem falai alatt egy éjszaka elsöpörte. Vagy amikor a napórának az árnyékát visszafordította, mint egy mennyei jelként, megerősítésként. A mi életünkben is ugyanígy tehet és tesz az Úr csodákat. Akár felülírja az általa létrehozott természeti törvényeket, akár megváltoztatja emberek szándékát vagy körülményeket is. Krisztus úgy küzd értünk, mint egy erős harcos, és annyi erőt bevet értünk a mi érdekünkbe, mint a gyermekét világra hozó anyuka. Miért? Hát mert ennyire drágák vagyunk a számára, mert ennyire szeret bennünket. És így jutunk el a harmadik, az utolsó ponthoz, a tájrendező, mert az utolsó versek ezt mutatják be, hogy Isten mintha így átformálná a látható természetet, a dombozati viszonyokat is akár mi értünk. Ugye kertészeti egyetemeken van ilyen szak, hogy tájrendező és kertépítő. Megnéztem, a tájrendező az egy olyan szakember, aki a lakó környezetet, a természeti környezetet úgy rendezi át, egy kertet, egy parkot, hogy az minél élhetőbb legyen, minél inkább a biztonságosabb, minél szebb legyen. Hát ebben a képben így mutatja be Istent is az ige, aki a pusztát, hogy pusztává teszi a hegyet, a halmot, kiszárít rajta minden zöld növényt, folyókat, gázlókat készítek, kiszárítom a mocsarakat. Tehát ha kell, minden erőt latba vet azért, hogy mindent felforgat azért, hogy népét megmentse, megszabadítsa. Mennyivel nagyobb mérték, amit itt az igében olvasunk, mint egy kertnek vagy egy udvarnak az átrendezése. Isten akár a világot is átalakítja, ha arról van szó, hogy értünk cselekedjen. Persze mondhatjuk, hogy a modern ember is képes nagy dolgokra, a tájat formálni, átalakítani, akár jó, akár rossz célból is. Szinte hegyeket tudunk megmozgatni, hogyha kell. Utána néztem, a világnak a leghosszabb vasúti alagútja a Svájcban található Gotthard alagútnak hívják, és nem kevesebb, hihetetlen, de 57 kilométeres ez a vasúti alagút, 57 kilométeren keresztül megy át mindenféle sziklákon, hegyeken az Alpoknak a gyomrában. Érdekesség, hogy 17 évig építették ezt a amúgy alagút pár, tehát két alagút is van egymás mellett, és a fúrások során 13 millió köbméter követ termeltek ki a hegyekből. Annyira óriási mennyiség, kerestem valami hasonlatot, hogy tudjuk elképzelni ezt a kő mennyiséget, amit kitermeltek. Hát nagyjából úgy néztem, hogy a tatai öreg tavat ebből a kőmennyiségből fel lehetne tölteni háromszor. Akkora hatalmas mennyiség. Csak ezt azért mondom példaként, hogy mennyi mindent meg tud az ember is tenni az, hogy formálja a környezetét. De hát a Teremtő Istennek, hát még ennél is sokkal-sokkal nagyobb hatalma van, és nagyobb erőket tud latba venni, hogyha rólunk van szó, hogyha szeretett gyermekeiről van szó. Hajlandó értünk minden követ megmozgatni, minden természeti törvényt felülírni, hogyha kell, ha meg akar bennünket szabadítani, ha úgy látja, hogy eljött a mi szabadításunknak az ideje. Ugye a babiloni fogságban lévő népét is hogyan szabadította meg? A babiloni birodalmat elsöpölte, egy új király jött, és ő szabadította meg. Egy új birodalmat, egy új világbirodalmat hozott az Isten azért, csak azért, hogy az ő maroknyi népét megmentse. Atyánk számára nincsen akadály. Nincsen akadály ezen a világon, amit félre ne tudna tenni, amin át nem tudna lépni, hogyha hozzánk el szeretne jutni. Illetve jobban belegondolva talán egy akadály mégiscsak van, az pedig a mi szívünknek az zárt ajtaja. Ami egy hatalmas hegyhez, kősziklához képest milyen apróság, de azt mégis be tudjuk ő előtte zárni, és Isten azt nem fogja áttörni, nem hozza a fúró pajzsokat, mint ott az Alpokba csinálták, az alagutat nem zúzza, töri szét, hanem csak zörget rajta. Kopogtat, kívülről szólongat bennünket, hívogat bennünket.
Nem fogja feltépni szívünk zárt ajtaját, hanem szelíd szóval áll meg előtte, és így próbál meggyőzni bennünket, hogy nyissuk meg szívünk ajtaját, engedjük be életünkbe Jézust, tegyük le elé bűneinket, égi életünket, és fogadjuk be megváltónkat. Mert ilyen Istenünk van, aki a küszöbünkig eljön, mint a tank, eljön mindenen keresztül, de ott megáll, és csendben hívogat bennünket. Isten csodákat tesz értünk, hogy megértsük végre, hogy ő a mi Istenünk. És milyen nagy ajándéka van számunkra, és szívünk ajtaján pedig udvariasan kopogtat, csendben zörget, és türelmesen várja, hogy válaszoljunk neki. Hiszem, hogy így van ma is itt Jézusunk. Így szól ma is hozzád, hozzám is, mindannyiunkhoz. Szeretném megajándékozni önmagával. Elment egészen a kereszt áldozatig, ma is az ő testét, vérét kínálja nekünk kenyérnek és bornak színében. Íme, minden kész, már csak te kell lesz, testvérem. Amen. Imádkozzunk. Drága Istenünk, szerető mennyei atyánk, imádunk és dicsőítünk téged, amikor most újból megláttuk igédben, hogy te milyen nagy Isten vagy, és mennyi mindent megteszel, értünk. Hétköznapi csodákat élhetünk át, kisebbeket, nagyobbakat, de ha tényleg hittel tekintünk rá, beláthatjuk, hogy ezek nem a véletlennek a művei, nem egy szerencsés dolog, hanem a te áldásod, a te szabadításod, a te cselekvésed. Köszönjük ezt neked. És köszönjük Jézust is, aki hűséges megváltónként jött el, aki értünk hordozta a keresztet, meghalt, de fel is támadt. Ő az, akit ma szeretnénk imádni, dicsőíteni teljes szívünkből, és szeretnénk beengedni életünkbe. Erre segíts bennünket, Urunk. Ámen. Folytassuk egy énekkel, amivel egyrészt válaszolunk is az ígére, másrészt pedig az úrvacsorára is készülünk. A kivetítől lesz olvasható Jézus hű megváltó. Thank you.
folytatásban, majd a 11-es számú énekrenddel fogunk haladni tovább. Imádkozzunk! Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk neked, mindenható Istenünk és Atyánk a Jézus Krisztus által, aki gondviselő szeretetet tanulja a világban, hogy aggodalmaskodás helyett atyai jóságodban bízva hitben járjunk. Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdő egész egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Ámen. A mi Úrunk Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárulták az utolsó vacsora alkalmán, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik, ezt cselekedjétek, valamennyiszer eszitek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen aztán, miután megvacsoráltak, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta: ígyatok ebből mindnyájan e pohár az új szövetség az én vérem által, mely ti értetek, és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát és feltámadását hirdetjük, míg vissza nem jön. Mert méltó a megöletett bárány Jézus Krisztus, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Ámen. Magasztaljuk Istenünket, mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Az Úr békessége legyen velünk mindenkor. Nem csak a terheket, de az Istentől kapott békességet is megoszthatjuk egymással. Így, mint régi keresztény szokás, egymás felé fordulva, testvéri jobbot nyújtva, mondván, legyen köztünk békesség. Legyen köztünk békesség. Legyen köztünk békesség. Thank you.
Új Jézus Krisztus, aki halott voltál, de íme élsz örökké, és mindent megteszel üdvösségünkért. Add meg most mindenkinek azt, amire szüksége van. A kételkedőnek hitet, a gyengének álhatatosságot, a kemény szívűnek megtérést, az elesetnek új erőt, az aggódónak megnyugvást, és a szomorkodónak vígasztalást. Egyesíts minket szent tested és véred közösségében, hogy valamennyien részesüljünk minden értelmet meghaladó békességedben, és megízleljük eljövendő országod örömét. Ámen. Az úrvacsora vétel nálunk mindenki számára nyitott, aki a maga felekezete szerint szokott amúgy úrvacsorát venni. Nálunk ez bemártással történik, az ostját a borba mártva adom a szent jegyeket. Ha valaki ezt a tenyerébe szeretné, kérem azt egy ilyen mozdulattal, kinyújtott tenyérrel jelezze felém. Íme minden kész, jöjjetek az Úr megterített asztalához. Békesség néktek! Vegyétek, egyétek, ez Krisztusunk teste és vér, amely értünk adatott a Golgotán. Benne van megváltásunk és örök életünk. Ámen. Vegyétek és egyétek, ez Krisztusunk teste és vér, amely értünk adatott a Golgotán. Benne van üdvösségünk és örök életünk. Vegyétek, egyétek, ez Krisztusunk teste és vér, amely értünk adatott a Golgotán. Benne van bűneink bocsánata és örök életünk. Ámen. Krisztusunk teste és vér, tartson meg titeket az igaz hitben, a szeretetben, az örök életre. Menjetek békével, az Úr Jézus veletek van. Vedd és ez Krisztusunk teste és vér, amely értünk adatott a Golgotán. Ez Krisztus teste és vér, amely értem is adatott a Golgotán. Az Úr Jézus Krisztus teste és vére tartson meg az igaz hitben, a szeretetben, az örök élete, menj békével, az Úr Jézus veled. Adjunk hálát Istenünknek, imádkozzunk. Áldunk téged, mindenható Úrunk, hogy örömöt és békességet ajándékoztál igédben, és Krisztusunk testének, vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek minden áldását, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressünk a körülöttünk élőket, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen. Testvéreim, menjetek és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tanúskodjatok arról, hogy mennyire szeret bennünket, és méltó az imádatra. Akik megízleltétek a bűnbocsánat örömét, építsétek a testvéri közösséget az emberek között, megbocsátással és áldozatos szeretettel. Most pedig helyünkről fennállva fogadjuk Istenünk áldását.
Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő szent arcát te feléd, és adjon néked békességet. Várj, mi Istenünk!